Sziasztok, Lipcsei Péter vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. A női labdarúgás felzárkóztatását tűzte ki célul az MLS. A program részeként névadó szponzora is lett a női NB1-nek, mely ezentúl a Jet Soul Liga nevét viseli, melynek minden gólja megtekinthető már. Szerintem mindenképpen előrelépés jelent, hogy az összefoglalók megtekinthetők csütörtökönként, és hogy reméljük, hogy ezzel valamilyen szinten népszerűsíteni tudjuk a női labdarúgást. A sajtótájékoztatót követően a férfi-női egyenjogúság jegyében a Ferencváros, az MTK és az Újpest két fős vegyes csapatai egy villámtornát is játszottak. Megmondom őszintén, nekem nem volt újdonság, gyerekkoromban nagyon sokat fociztam itt lányokkal. Kis falumban akkor még volt női foci csapat is, azóta megszűnt sajnos. Itt tényleg egy élmény volt, mert mondom, ezelőtt 15 éve fociztam utoljára együtt lányokkal. És bizony a fiúk képben vannak a lányok eredményeivel, főleg ha BL csoportkörbe jutnak a lányok, vagy éppen az ősi rivális sikerül alaposan elkalapálni. De valami őszintén a bajnoki mérkőzések úgy alakulnak, hogy nem sikerült még eljutnom, de ugye évek óta az MTK Bajnokok Ligájában ugye szereplője, és ezekre a mérkőzésekre rendszeresen ki szoktam menni, tehát ugye a csapattal együtt. Hát szoktam nézni, legutazni tudok, hogy Ferencváros egy 8-as gurított az Újpestnek. Ez nagyon megmaradt bennem, de tudom, hogy most jutottak fel a lányok NB1-be, úgy van benne, hogy ott is ilyen jól fognak szerepelni. Az MTK-s lányok már ott vannak a Bajnokok Ligája főtábláján. A kérdés csak az, hogy kivel kerülnek egy csoportba. Izgalmasan várjuk a sorsolást, és hát reméljük a legjobbakat. A villámtornát egyébként a Böde Dániel, Szabó Viktória alkotta, zöld-fehér duó nyerte, a női NB1 pedig a hétvégén folytatódik tovább, már a negyedik fordulóval.